Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és a stúdió vendégemet, humorista hölgyet, azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy ki, ő az egyedüli, akit ismerünk, mint valódi humorista hölgyet, így televízióból is, és mint a stand-up comedy-nek a második helyezettjét, meg fellépések alkalmából. Tehát szeretettel köszöntöm a stúdióban Kormos Anettet. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a nézőket, és téged is persze. Amikor utána néztem, hogy mik azok a helyszínek, amik kötődnek hozzád, akkor borzasztó boldog voltam, mert Lengyel Tótiban volt először az én férjem színdarabjának a bemutatója. Balaton Bugláron van 58 éve a nyaralunk, és tényleg? Pécset születtem. Igen, ugye, egy csomó hely, ami összeköt, mikor mondjuk Szombathelyet is szeretem, oda inkább színházba szoktam járni a Jordánékhoz, úgyhogy az annyira nem sűrűn látogatott hely, mint amennyire a kék tó, amit szoktunk enni, oda horgászni annak idején, és mentünk Lengyel-Tótiba biciklizni Balatonbogláról, és ott volt egy turkáló, én nem tudom, miért pont Lengyel-Tótiba járkáltunk egy turkálóba, de az volt a kedvenc turkálunk, hogy oda is jártunk, tehát ezek a helyek, amelyek te hozzád kötődnek az életedben, ezek nekem is fontosak. Úgyhogy itt mindig olyan személyiségekkel beszélgetünk, akiknek kötődésük van az íráshoz, és itt is van előttem a Celebégető könyvetek, ami Dombovárival, Dombival együtt írtatok, és a Jaffa kiadó adta ki a Nagy Rossz könyv. De hát kezdjük az elején, mert ugye te már 25 évesen egy novellás kötetet is kiadtál, és újságírással foglalkoztál, tehát valahol az, hogy te mindenképpen írni fogsz, az valahonnan indult, honnan? Hát erre vannak olyan válaszok, amiket szerintem a nézők szívesen hallanak. Az enyém nem olyan lesz, tehát nem volt bennem egy ilyen írói elhivatottság szerintem, mint általában egyébként az íróban, már akár gyerekkorukban is ennek felelhetőek a csírei. Nálam ez nem volt. Én egész egyszerűen a dolgoknak a könnyebb végét szoktam megfogni, és gimnáziumban viszonylag hamar kiderült, hogy egyre mondjuk jobban írok az átlagnál. És akkor mindenkinek glosszákat írtam, még akkor ingyen, mert gondoltam, hogy jó buli. De és ingyen. Hát akkor még nem jutott eszembe, hogy ezt akár pénzért is lehetne csinálni, nem biztos, hogy fizettek volna, de minden esetre, mivel akkor ez jól ment, azért mindenkinek én írtam mondjuk az évfolyamon ezeket, ott volt egy iskolaújság, akkor oda elkezdtem publikálni, és akkor egyre inkább így kirajzolódott az, hogy ez az út, amint nekem érdemes elindulni, de hát nyilván ezt az ember nem dobja be a szüleinek, hogy író akarok lenni, mert ez nem azra, hogy a szülők azt mondják, hogy jó van, kislányom, legyél író. Úgyhogy tényleg utána elmentem egy ilyen kommunikáció szakra, mert azt gondoltam, hogy újságírás tanulni az nagy baj nem lehet belőle. Nagy baj nem lett, mondjuk sok előnye sem volt őszintén szólva a főiskolai tanulmányaimnak, de teljesen mindegy, a lényeg az, hogy innen indult ez a dolog, és akkor én már elkezdtem küldözgetni az írásaimat mindenféle lapoknak, Népszabadságnak, Magyar Narancsnak, mindenkinek próbáltam bekopogtatni az ajtaján, hogy és de meg is jelentek. Volt, ami meg is jelent, volt, ami nem jelent meg, nyilván, de akkor az már egy ilyen szerencsés fordulatnak, hogy egy ilyen isteni jelnek véltem, hogy végül, ha megjelenik, akkor lehet, hogy érdemes ezzel foglalkozni. És 25 évesen az első novellás kötet, de ez egy komoly novellás kötet, tehát ebben nem csak humoros írások, hanem komoly írások, hogy jelentek meg? Tehát ezt hogy szerkesztetted, hogy állt össze? Hogy volt bátorságod kiadni egy novellás kötetet? Hát valószínűleg úgy, hogy amíg az ember elég fiatal még, és nem tudja, hogy milyen hátültői vannak ennek az egész szakmának, meg milyen lehetőségek, potenciál csomag van-e mögött egyébként, akár a jó irányban, akár egyébként a másik irányban, akkor az embernek van bátorsága még mindenhez, most már nem biztos, hogy egyébként ennek így nekifognék. De akkor én még szép író akartam lenni, azt gondoltam, ez fel kell jönni Pestről, hogy az ember tűz közelben legyen, úgyhogy én fel is jöttem ide, és aztán próbáltam mindenféle lapnál elhelyezkedni, hogy amiből meg tudjak élni, mert nem arról szólt a dolog, hogy itt valaki finanszírozta volna a budapesti létemet. És tulajdonképpen véletlenszerűen akadtam össze egyébként akkor talán Rónai Tamás hozott engem össze akkor a kiadóval, akinek ő jó barátja volt, neki megmutattam a novellákat, ő pedig mondta, hogy szívesen kiadná, és akkor én még nem gondoltam, hogy egyébként ez egy üzlet, hanem én örültem, mint majom a farkának, hogy valaki kiadja a könyveimet. Ez volt a Kairosz, nem? Ez volt a Kairosz. És hány példányban jelent meg? Ó, olyanokat kezdve fogalmam sincs, gondolom négybe, egy anyának, egy nekem, meg még egyetes, nem sokban, és hát körülbelül a felvásárlóknak a közönsége is. Lehet még kapni? Nem tudom. Vagy lehet mondjuk megrendelni? Mert lehet, hogy érdekelné a tévénézőket. Hát nem gondolom, hogy most egy népes olvasótábor otthon ezen agyal, hogy vajon hogy lehetne hozzájutni ez a kötethez.
őszintén szóval én sem tudom, hogy hozzá lehet még jutni valahol. Uh-huh. És a humorral való kapcsolatod, ezek szerint mindig valahol ez megnyilvánulhatott, tehát valaki mondhatta azt, hogy lehet, hogy blazét képpen mondasz ki dolgokat, de hogy azért nagyon célra törően, nagyon ironikusan és tele van humorral. Az igazság, hogy amikor női lapoknak dolgoztam, akkor én azért ezt felvetettem, hogy szerintem lehetséges, hogy a nők kedvelik a humort, nem biztos, hogy rossz ötlet volna valami humorosat is írni nekik, de akkor erre igazából nem volt igény. Értem is, hogy miért nem egyébként. Uh-huh. Miért? Mert nem volt ennek hagyománya, tehát nem, őszintén szóval nem volt ez annyira jellemző akkor, hogy az egyedi hang, hanem az újságírót azt úgy tartották akkoriban, amikor én ezt elkezdtem, mint egy cserélhető építőkövét egy hatalmas várnak, vagy nem tudom, mint egy fogaskerekét egy gépezetnek, és ebből nem nagyon volt kiút. És tulajdonképpen nekem egy kényszerhelyzet volt az, hogy mivel azt gondoltam, hogy, tehát, hogy valamennyi humorom van, ráadásul akkor indult a Soder Klub, ami szerintem minden második ember úgy érezte, hogy ezt én is tudnám csinálni, hát most mi ebben a cucc. Én, nyilván én is így éreztem. És aztán végül valahogy belecsöppentem ebbe az egészbe, csak ezt már olyan sokszor elmondtam, és nem annyira izgalmas egyébként a sztori, de véletlenszerűen elmentem ilyen tehetségkutatóra, semmiféle tervem nem volt vele, épp otthon voltam a két gyerekemmel, tehát inkább csak egy ilyen szórakozás, egy ilyen hetsz volt, amit a férjemmel együtt így kitaláltunk, hogy szórakoztassuk magunkat. Hát hál' Istennek ennek azóta is folyamánya van, és hosszú éveken keresztül, mert hogyha úgy tudom, most már 9 éve, áprilisban 9 éve lesz, hogy te folyamatosan ezt csinálod. Egy ideig aztán volt a Duma Színház is, most kimondottan a Soder Klub, és az, hogy te november 22-én születtél, amikor Ady Endre, ez néha érezted azt, hogy a költészethez is, az irodalomhoz is van egyéb kötődésed? Hát nézd, nagyon jó volna, hogyha ez a kis összecsengés köztem és Ady Endre között másfajta hasonlóságokat is rejten észre sem mondanám, hogy így a tehetségéből belém is hullott egy, vagy belém is hullott egy parányi, de nyilván nincs ilyen. De ezek... szereted-e, vagy olvastad-e, mint a újságírók, nem csak költőnek, mint újságírónak? Persze, én elég ebben, nem azt mondom, nem, nincs nem tájékozottabb, de azért viszonylag ezekben valami is tájékozott vagyok. Nem is tudom, mi volt a kérdés ezen felül. Nem, az, hogy a november 22-e, tehát hogy az, hogy tudod, hogy aznap születtem, amikor Ady Endre, hogy akkor kicsit utána nézek, hogy ez az Ady Endre, ez mint újságíró, mit művelt, és hogy akarok hát ennek nekünk azért most már, aki utána néz azoknak, akik újságíróként is tevékenykedtek, és nem Ady Endre volt az ő kortársai közül az egyetlen, aki nem csak szép íróként, hanem újságíróként is forgatta a tollát, akkor az inkább tanulságos, vagy nem is tudom, tehát hogy olyan szempontból tanulságos, ma már nem így néz ki nyilván az újságírás, és ez inkább a részemről inkább negatív megjegyzés, mint sem pozitív, tehát akkor egy picit más stílusban ment ez, és irodalmi igényességű szövegeket produkáltak újságíróként is. Őszintén szóval a női magazinoknál erre azért nincs igény. Hát igen, igen. Sőt, ebben a Nagy Rossz Könyvben is írod, amikor a Szürke 50 Árnyalata című könyvről ugye van ez a írásod, egyébként olvassák el, hogy milyen karakterektől, a szomszédtől, a tanáron át, a reggeli műsorvezetőkig, hogy milyen módon tudod kikarikírozni őket, és tényleg sokszor úgy érezzük, én is, amikor olvastam ezeket az írásokat, amit közösen Dombovárival együtt, tehát felváltva van, amit együtt van, amit felváltva írtatok ezeket a rövid írásokat, de nagyon célra törőek, és tényleg borzasztóan beletalálnak, és mulatságosak, hogy aki elolvasta a Szürke 50 árnyalatát, az a Kiskegyeden és a Tinán nőtt fel. De úgy tudom, hogy te magad is írtál, vagy írsz, nem tudom, a Kiskegyednek. Én írtam a Kiskegyednek, írtam a Gyöngynek, írtam a Maximának, tehát azt hiszem, hogy a főbb ilyen női magazinokban írtam, és ezek nem voltak számomra egyébként rossz iskolák, tehát hogy szerintem elég sokat lehetett ezekből tanulni. Valószínűleg nem kimondottan ez az én terepem, amit talán az elején is éreztem, de hát nyilván akkor, amikor ide felköltöztem egy szám magamba, akkor elképesztően örültem, hogy van egyáltalán valahol tudok dolgozni, és nem mondjuk egy-egy gyors étterembe kell kiadnom a hamburgert, amit nyilván megcsináltam volna, ha nincs jobb. Mi csak volt, hogy aluljáróban zoknit árulni? Ez csak poén, nem? Az volt. Ez nem poén? Sajnos én ezt először poénnak fogtam fel, amikor olvastam. Sajnos nem poén, mert tényleg albéletet kell fizetni, nyilván tudtam volna, hogy elmégtől pénzt kérni, csak akkor én már úgy voltam, hogyha végül is kitaláltam, hogy majd én megvalósítom önmagamat, és ehhez nekem fel kell jönnöm Pestre, akkor ennek ők ott élnek Lengyel-Tótiban? Balaton-Bogláron. Bogláron.
Uh-huh. Szóval azt gondolom, hogy ennek az anyagi hátterét is nekem kell megteremteni, és ezért kepesztettem nyilván, mint az állat, tehát mindenféle magazinokat felhívtam, hogy hova lehetne, ők mondták, hogy aha, majd egyszer, ami nyilván azt jelentette, hogy soha. Úgyhogy akkor mindenfélét elvállaltam, amit csak el lehetett, hogy elvállaltam volna, és akkor egyébként pont, amikor a kiskérdezhez fölvettek, aznap reggel kezdtem volna abla halújzatére, volt egy ilyen zokniárus, oda fölvettek volna. De így már ott. Mit veszítettek az okniárusok? Örületes módon sajnálhatják, hogy nem árulok a zoknikat. Istenem. És aztán ugye elkezdődött a karrier, és egyre többen megismertek. Rengeteg kérdést feltettek neked. Tehát amikor olvastam, hogy 10 kérdés erről, 10 kérdés arról, mondom, édes Istenem, mit lehetne még olyasmit kérdezni, amit nem tettek föl neked? Mi volt a legelképesztőbb kérdés, amire komoly képpel, de válaszolnod kellett? Ebben nem vagyok túl jó őszintén szóval, tehát hogy ha a kérdés nagyon újságíróhoz méltatlan, uh-huh. akkor ott szívesebben eltolom a humor irányába a dolgot, mint sem nagyon komoly arccal megválaszolja. Mi érdekli az embereket? Velem kapcsolatban? Igen. Gondolom a magánéleted, a 2 gyermeked, hogy lettél humorista, mi az, hogy valaki forgatókönyvíró, és most így a mi kis falunkat. Én nekem azonnal volt egy bakén veled, mert én összetévesztettelek a Drága Örökösök írójával. Úgyhogy már itt kezdtük az első beszélgetésünket, és erre te azt mondtad nagyon aranyosan, hát egyformák, vagy egy kaptafáró valók. Tulajdonképpen nem akarom kikérni, hogy vannak meg szinte semmit, mert egyébként nincs bennem túl sok ülg, vagy tartás, mert nincs mire föl. Nem is tudom, hogy hol tartottunk itt. Tehát az, hogy mi volt az ami nem is mondom azt, hogy méltatlan, csak hogy meg kellett humorral válaszolni, mert hogy mi érdekel minket? Tehát mi érdekli az embereket leginkább veled kapcsolatosan? Mi az általában, a leggyakoribb dolog? Általában nyilvánvalóan azt szokták kérdezni, hogy ezt nagyon sokszor megkaptam, hogy milyen ennyi férfi között egyedül nőként, ami egyébként már nem igaz, mert vannak más női humoristák is, vannak van az Ásko Eszter, van az Ás Fuzsi, és vannak még más nagyon ügyes tehetséges hölgyek szerintem. De ez volt a legáltalánosabb kérdés, amit egyébként még mindig megkapok, és ilyenkor mindig korrigálnom kell, hogy nem én vagyok az egyedüli. Egyrészt, mert így fel, másrészt meg így is van. Mindig sokat mozogtam férfiak között, vagy fiúk között, valamiért a közeg mindig az volt, az írók társasága se kimondottan azért egy nő uralt a társaság, úgyhogy ez nem volt nagyon nagy váltás nekem. Most konkrétan ilyen kérdés, csak azért nem tudok mondani, hogy tényleg rengeteg volt, meg egyébként igyekszem nyilvánvalóan. Mindent humorral felfogni. Persze, meg nyilván a kérdező is igyekszik, mert meg is van kötve a kezedet, pontra tudom, hogy milyen a másik oldalon. Én magam is csináltam, pontra tudom, milyen, amikor fel kell tenni ugyanazt a kérdést, amit tudod, hogy már a másik megkapott 100-szor, de ettől neked fel kell tenni, mert fel kell tenni. Igen, hát azért a paletta színes, és egy jó újságíró sokfélét tud kérdezni, de biztos, hogy ez így van, ahogy te mondod. Forgatókönyvírás, na oda hogy keveredtél? Az a furcsa, hogy próbáltam, mert tudtam, hogy most lesz ez a kérdés, és próbáltam felidézni, hogy olyan, hogy keveredtem ide, vagy a forgatókönyvíráshoz, és nem pontosan emlékszem őszintén. Szóval azt tudom, hogy kapitány event valamilyen munkával kapcsolatban mi. De nem tudom, hogy keveredtünk pontosan össze, őszintén szólva. Azt tudom, hogy én megkerestem őt aztán egy formátummal, miután volt egy közös munkánk, és valahogy így összeforódott a sorsunk, tehát, hogy valahogy íván egyre több munkát adott nekem, több lehetőséget, nagyobb mozgásteret. Én meg igyekeztem nyilván felfejlődni ezekhez, és nyilván van Magyarországon erre képzés, de őszintén szóval nem az a főiskola volt ennek a színhelye, ahol én tanultam már, mint a forgatókönyvírásnak, tehát nem ott tanultam ennek a csíny, vagy tanultam meg ennek a csínyet, bínyet. Hogy az ELTE-n emlékszem, hogy Tarján Tamás is tanította, így van, de hát a Berzsenyi nem feltétlenül. Nem feltétlenül, és őszintén szóval, akik ezt tanulták, jól láthatóan ott is vannak még hiányosságok, mert annyira gyorsan fejlődik ez az egész nem is tudom, hogy ez tulajdonképpen egyfajta ilyen alkalmazott művészet talán, de ez csak akkor működik, hogyha az ember folyamatosan fejleszti magát, nálunk legalábbis ilyen autodidakta módon, tehát nagyon sok sorozatot néztem, rengeteget kiedzeteltem, levontam a tanulságokat, összehasonlítottam őket, főleg azért érdekelt, hogy ezek hogy épülnek föl, és nekem az volt a célom, amikor ide felkerültem, és viszonylag hamar kiderült, hogy a szép írás azért nem az, amiből itt ismeretlenként meg lehet élni, mert az emberek ma már nem úgy vásárolnak könyvet, mint mondjuk régebben. Elképesztően nagy
a piac, nem is nagyon tudnak szerintem maguktól választani, és én nekem nem volt célom, hogy a fióknak írjak, vagy csak írjak, és az, hogy a családomnak írok, ez őrült jó, de hát ebből egyrészt nem lehet megélni, másrészt az én hiúságomat nem is nagyon elégítette ki. És akkor kapóra jött az, hogy tulajdonképpen a forgatókönyv is picit adta magát, másrészt meg az volt a célom, hogy minden műfajban tudjak írni. Tehát ha PR-cikket, akkor azt, ha reklámot, akkor azt, ha színdarabot, akkor azt, ha sketchet, akkor azt, ha riportot, akkor azt. Tehát, hogy ez volt az én célom, hogy kb. Mindenhez hozzá tudjak nyúlni. Nem kell mindenbe brilliánsnak lenni, de ismerjem a műfaj követelményeket. És ami még nagyon fontos, hogy úgy látom, hogy a színészekre írod rá, szóval én nagy élvezeten nézem. Tehát én minden alkalommal, és ez már nem tudom hányadik évadot is megért, ugye, a mi kis falunk, de hogy az a fajta karakter, mint például a Szabó Győzőjé, vagy ami a Lengyel Tamásé, szóval a Lovas Rozié, tehát az ember úgy összekapcsolja őket, és azt mondja, hogy jaj, Istenem, hát láttam én őt a drámában, meg láttam a Centrál Színházban, meg láttam itt, de hogy itt most valami lubickolnak a humorban, és egész más oldalukat tudják megmutatni. És remekül lehet rajta szórakozni. És hát ez a legfontosabb. Ez egy szerencsés felállás, hogyha tudjuk, hogy kik fogják alakítani az adott karaktereket, akkor nyilván lehet egy picit feléjük dönteni a pályát. Ez nem mindig van így, tehát van úgy, hogy kész forgatókönyvek után kezdődik meg a casting. A másik, amit nyilván muszáj megjegyezni, meg szeretnék is, hogy azért ez nem az én munkámat is éri, hanem ez egy csapatmunka, tehát itt több író dolgozik ezen sokat. Ezen kívül tényleg ott van az Iván, ennek az írnak ezt az egészet összefogja. És a felesége Júci, aki pedig ilyen producer, Diószegi Júci, aki producerként még ebben részt vesz, szóval ez nem egy egyemberes munka, hanem egy csapatnak az eléggé összehangolt, néha a konfliktusoktól sem mentes, de egyébként meg szerintem jól működő együtt munka, vagy együtt dolgozása, vagy nem tudom, hogy együttműködése. Ilyenkor te, láttam egyszer valami újságban, hogy ott voltál a helyszínen, tehát mennyire mész oda, mennyire veszel részt benne, vagy mennyire csak otthon nézed te is, vagy visszanézed? Őszintén szólva egyre kevesebb időm van arra, nyilván muszáj megnézni, hogy mi hogy működik, de általában szokott erre lenni az én aljas válaszom, hogy vagy nézem, vagy írom. Mind a kettőre nem, egyszerűen nem futja. Ezen kívül nyilván van egy családom, meg vannak fellépéseim, meg vannak más projektek, tehát hogy arra, hogy voltam egyszer kint, azt hiszem, hogy fontos, hogy az író kimenjen és egyébként lássa a helyszínt, mert arra is másképp tudsz írni, amikor látod, hogy hogy lehet mozgatni őket egy adott helyszínen. De azon kívül, hogy rendszeresen a forgatásra kijárjak, ez nyilván szívesen kimennék, de azt hiszem, hogy ez csak egy ilyen déli báb, amit lehet kergetni, de egyébként hát amúgy annyi romantik van a munkám, hogy ülök a gép fölött és pötyögök, ami ugye érzetés, hogy semmi. Miben írsz? Számítógépen írsz? Számítógépen írok. Számítógépen írsz. Mert mondtad ezt a pötyögést, mert egy kicsit úgy bennem van. Az én fiam például állandóan írógépen írt, azt mondta, neki nincs ihlete. Annak idején a számítógépen, de hát lehet, hogy most lenne, hogyha élne, akkor lenne ott is ihlete. Azt mondd meg nekem, hogy előbb megütötte a fülemet az, hogy színdarab. Mennyire foglalkoztat, mennyire lenne fontos az, hogy te a te karaktereidet, a te gondolataidat, a mai világról alkotott képedet, az lásd színházban. Egy picit ennek az ilyen részén már túl vagyok, mert nem annyira az motivál már, hogy ezt lássam, mert szerintem, tehát én nagyon sokat írtam korábban a Rádió Kavariba is, ami őszintén szóval elképesztően jó tanulópálya, amikor látod megszólalni a saját szövegedet, nagyon sokat lehet tanulni abból, hogy mitől, ami papíron jól néz ki, az nagyon sok esetben sem, és nem néz ki jól, amikor ez elhangzik, és én nagyon sokat tanultam abból ott, hogy láttam ezeket a felvételeket, és ha láttam, hogy szerintem szellemes, de ahogy megszólalt, már nem volt annyira szellemes. Tehát ilyen értelemben szerintem mindenképpen minden írónak megéri úgy írni, hogy lássa, aztán életre kelni a saját szövegét, mert ez nagyon tanulságos. Aztán Búzs Gábor Olivérrel sokat dolgoztunk együtt, az Üvegtigrisnek az írója, biztos a nevét, mert olyan hallottad, vele csináltok többek között a Mindenből egy van, szintén Ivánnal egy ilyen együttműködésben, és az is nagyon tanulságos volt, mert ott azért jól lehetett tudni, hogy ha valami nem működik egy Rudolf Péterrel, egy Nagy Kálózi Eszterrel, vagy egy Földes Eszterrel, vagy egy, nem tudom, sorolhatnám még a neveket nyilván, vagy Sere Péter, akkor az nem jól van megírva, tehát azt sajnos el kell vinni a balhét, hogy ott akkor valamit mi szúrtunk el, mint azért zseniális
színészek, ha nem tudnak belőle kihozni semmit, akkor az nem jó. Ez pontosan így van. De hogy gondolkodol abban, hogy mondjuk egy drámát írj? A drámában annyira nem, aminek az az oka, hogy tényleg ez szintén nem biztos, hogy egy jó írói hozzáállás, mert a jó író figyelmen kívül hagyja a közönséget, hanem önkifejez. Én nem így működöm, nekem fontos, hogy a közönség jó szórakozzon, tehát ha én írok valamit és az nem működik, az nekem a halál maga. Mert nem azért írtam, hanem azért, hogy valamiféle hatást kiváltson. Ez nyilván egy dráma esetében lehet akár a sírás, vagy egy másik típusú katarzis, de én magam is elsősorban szórakozásra vágyom, mert az életem nekem sem annyira habkönnyű, hogy még aztán várjak egy ilyen vérdrámára, ami után hazamegyek és fölhasogatnám az erejemet, hanem, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül lehet tartalmat átadni, szórakoztató is, tehát nem vagyok annak híve, hogy csak és kizárólag tércsapkodós és banánhéjonél csúszós poénok legyenek. Csak azt gondolom, hogy lehet szórakoztatva is valamiféle üzenetet továbbítani a nézők felé. Ez az én elsődleges célom, vagy nyilván elsősorban ezt szeretném. Szeretnék egy olyan, most elsősorban nagy játékfilmben gondolkodom. Na, erre voltam kíváncsi, hogy mi az, ami most megy tovább. Mert ugye könyvek megvannak, szereplés megvan. Egyéb, tehát hogy hova tovább? Vagy egy önálló stand-up comedy, nem tudom én, sorozatot csinálni. Most kimondtan a filmes irányba mozdulok el, emellett nyilván vannak fellépéseim, de elsősorban cégeseket vállalok most már csak, mert valami arra van csak időd? Uh-huh. Gyakorlatilag csak arra van időm. Ettől még tervezek saját estet is, de nem olyan, amiben csak én vagyok, hanem ez inkább azért színházies, de mégiscsak a szórakoztatás nyomvonalán. Ezt most nem akarok ennek belemenni a részletében, mert nincs még részlet, ha lenne, akkor nyilván örömmel elmesélném. Most abszolút ez a nagy játékfilm van szem előtt, és leginkább ezzel dolgozom, meg hát nyilván más ilyen produkciókban bedolgozom, hogy közben azért fenntartsam a működést. Nagyon jó, mert egyre több jó kortárs film van, például a Rossz verseket nemrég néztem meg, és nagyon tetszett. Tehát érdemes most ezzel foglalkozni, és remélem, hogy lesz rá fogadó készség is, ugye ez borzasztóan fontos. De és hogy telik egy napod általában? Szívesen mondanám, hogy van valami csodálatos rendszer a napjaimban, nincs, tehát ez nem nagyon sikerül nekem bevezetni. De ugye két kislány, mennyi idősek most? Hát ők most 11 és 12, illetve hát inkább mennek már a 12-13 felé. Igen. De hát azért ők is megszabják, gondolom, a napjaidat, nem? Ők is megszabják. Olyan a mama vagy, aki viszed őket kocsival ide-oda, külön órára, stb. Tanulsz velük, vagy pedig hagyod, hogy saját maguk bontakozzanak ki. És hát nagyon jó lenne, ha tudnám legyen hagyni, de őszintén szóval erősen igénylik még a jelenlétet szinte mindenbe. Amennyire muszáj, kénytelen vagyok alkalmazkodni az ő rendszerükhöz, nekem saját rendszerem nincs. Tulajdonképpen csak annyiból áll a napom, hogy egész nap írok, aztán a gyerekekkel vagy tanulok, vagy elviszem őket edzésre, vagy a kettő együtt is ednek egymás utánja, és amikor lefeküdtek végre, akkor én ismét dolgozom. Tehát ez kb. Így épül fel, illetve ha fellépésem van, akkor miután lefeküdtek, akkor elmegyek fellépni, és aztán dolgozom, tehát ez így néz ki. Igen, hát ezt már Karinthy Frigyes is megírta, hogy a humorista élete az egyáltalán nem humoros, hanem nagyon is pórias és hétköznapi. Igen, mindig őrült. Most is ugyanígy van, igen. Őrült irigységgel nézem, amikor feltesznek kollégek képeket, hogy tud tengerpart, meg bor, meg ezért nem így működik, hanem kinyitom a gépet nagy kócosan, és rohadt gyorsan időre termelek. Tehát, hogy... De és az, hogy céges fellépések, az azt jelenti, hogy egy-egy nagy cégnek van mondjuk valami karácsony ünnepsége, vagy húsvéti, vagy valami jubileumi dolog, és akkor ahhoz is kell kötődni, vagy van egy standard szöveged, és akkor azt mondod el, vagy direkt hozzájuk is igazítod a fellépéseidet. Ilyen szempontból picit szerencsésebb helyzetben vagyok szerintem, mint a kollégák, mert nem vagyok rákényszerítve arra, hogy nem kizárólag ebből élek. Ennél fogva nem is nagyon hagyom magam korlátozni, tehát nem vagyok hajlandó beleszülni olyat, amit én nem találok szellemesnek vagy jónak a cég kedvére, ezt általában előre közlöm, nem nagyon vagyok hajlandó a stílusomon se moderálni, tehát hogyha akinek nem tetszik, hogy én elég mocskos szájú vagyok, elég
nem is tudom. Szókimondó. Elég szókimondó, elég spőd, ilyen, igen, olyan. Igen. Ha ez nem jó, akkor nem engem kell hívni, akkor nem én vagyok a megfelelő. Amivel semmi baj nincs, mert azt gondolom, hogy tényleg vannak helyek, ahol nem én vagyok a megfelelő. Uh-huh. Szóval a nagy játékfilm most ez, ami leginkább motivált téged mindezek mellett, és ugye megtudtuk, hogy a napi rended is olyan, mint egy szigorú börtönőré, hogy pontosan tudja, hogy mikor kell menni, és mit kell csinálni, ez így van. Sokszor mondják azt, hogy te nem mosolyogsz, hogy te úgy adod elő a saját írásaidat, hogy az mindig olyan túl komoly. Ez tudatosan így van, vagy úgy gondolod, hogy a szövegnál jobban hat úgy, hogyha nem nincs hozzá gesztus, vagy mimika, vagy ilyen külön nevetés, hogy ez a te egyéni védjegyed? Na, ez például egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor megkérdeznek, jó, de jó, az nem jó. Esik. Nem akartam megkérdezni. Egyáltalán nem baj, mert az embereket ez például érdekli. Hát ezt szerintem valószínűleg azért is kérdezik, mert ez mindenkit érdekel. Nem volt ebben tudatosság, tehát amikor én először színpadra kerültem, tényleg úgy volt, hogy a két kisely mellől kerültem oda, nyilvánvalóan be voltam szarva, és ez valószínűleg látszott is. A közönség szerintem csak és kizárólag azért fogadott engem be, egyébként elsőként voltak már akkor is női stand-uposok, akik próbálgattak a szárnyékat, mert ezt a típus őszinteséget valószínűleg megvették. Tehát az, hogy nem volt eszköz a kezemben, amivel el tudnám, vagy leplezni tudnám azt, hogy én egyébként most igen, izgulok. Igen. Ezt majd kisipoljátok, ami most kezdődik, hogy? Ez így marad. Így marad? Szóval valószínűleg emiatt voltam akkor szimpatikus a közönségnek, és ott akkor megérezték, hogy ez a típusú őszinteség, hogy ez egy eszköztelen nő, és ezt ebben a formában vállalja. Ez nem egy bátorság volt a részemről, hanem egy kényszer, hiszen mit vállaltam volna, ez volt. Ez akkor ott átment a közönségnél. Amúgy sem vagyok egyébként egy nagyon harsányan, sokszor kacagós nő, tehát hogy valószínűleg ez is közrejátszik. Nem gondolom, hogy egyáltalán nem mosolygok, de mondjuk én azt tanultam, hogy az ember a saját poénján nem nevet. Igen, végülis a saját poénján nem nevet, igen, nevessen a közönség. Így van, hát a színészeknél is ezt mondják, igen, hogy sírjon a közönség, nekik legyen katarzisuk, ne nekem belülről. Ebben neked teljesen igazad van, csak amikor az ember nézi a televízióban ezeket a műsorokat, akkor nagyon sokszor az van, hogy már előre nevetnek, és akkor... Igen, de rá vagyunk erre szocializálva, és például apámtól erről sokat tanult, hogy mondta, hogy nem érti, hogy mit rögnek, és most megnézel egy beszélgetést, és látsz az egyik oldalon mondjuk egy csinos nőt, akinek fel vannak írva papírra a kérdések, vagy egy kártyára, és már kacagva olvassa föl. Miközben nem mondod semmi vicceset. És mert azt hiszük, hogy ez a norma, hogyha nem nevetsz, nem is vagy nem röhögsz, akkor nem is vagy szórakoztató. Hát nem gondolom, hogy ettől ez a szórakoztató, hogy nagyokat nevetsz a saját kérdéseiden. Inkább te attól, hogy jók a kérdések, és arra lehetsz érdekeset válaszolni. Mondd, celebek jeleztek vissza, amikor olvasták, hogy visszatérve egy kicsit a könyvhöz, hogy azért itt ez az égetés, a celeb égetés, azért ez itt nagyon komolyan benne van, tehát egyik nagy a spektrum, amit itt végigmutogattok végül is, mert nem csak az, hogy a szomszéd, az bárkinek lehet a szomszédja, vagy a tanár, de amikor így konkrétan egy valóságsorról, vagy ilyesmiről írtok, aminél azért tudjuk, hogy kik azok a szereplők, akik itt ki vannak figurázva. Szerintem ennek a könyvnek nem volt akkora, vagy hogy is mondjam, tehát ezt nem mondom, hogy nagyon sokan, inkább egy műhely munka volt ez, amit a Dombival szerintem saját szórakoztatásunkra egy picit megírtuk. Dombi szeretett volna már akkor könyvet írni, mi jóban vagyunk, kölcsönösen kedvük egymást, és akkor így inkább kapóra jött, és ez szerintem inkább egy ilyen új gyakorlat volt nekünk, tehát ebben nem lett egy botrányi könyv, hogy kiről, miért, mert egyébként szerintem nincs is benne olyan, tényleg ez egy ilyen, mi jó szórakoztunk, miközben írtuk, és kb. Ennyi. Azért ezt még meg lehet vásárolni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy csak olvassák. Azok is, akiket érint, meg azok is úgy érzik, hogy minket nem érint, vagy én is így gondolom, mert ebbe az a jó egyébként, amit te csinálsz, hogy tényleg, amit a legelején mondtál, hogy nem úgy gondolja, hogy ja Istenem, én ezt pont ugyanígy gondolom, csak nem tudom így megfogalmazni, mint ahogy Anett megfogalmazza. Anett, vannak ott előtted különböző cédulák, ezekből akár egyenként, akár egyszerre légy olyan kedves, válasz ki ötöt, és ami eszedbe jut róla, azt mondd el nekünk. Igen, de már előre vetítetted, hogy ennek fontossága van, most már izgulok egy kicsit. Nincs fontos. De hogy az jelent valamit, van, hogy melyik ötöt húzott ki. Én úgy most gondolom. Most már úgy félek, hogy valami csoportrendet húzok ki. Na, de nem baj, most nagyon belenyúlok, tehát nem fogok csak úgy. Jó. Ötöt kell? Ötöt. Ezt nem is látom. Na, és ott is rakhatod sorba, hogy ahogy szeretnéd, vagy rak. Önzetlenség,
hobbi, szenvedély, olyan, mint egy ilyen kártya, boldogság, és öltözködés. Na, hát nincs benne egyetlen negatív fogalom sem, pedig mondjuk ott a fele az az. Tényleg? Igen. Haláltok ezt lesz a betegségen áll. Jó, kezdjük, mi volt a legelső? Öltözködés, most azért így raktam. Jó, öltözködés, mennyire fontos számodra? Furcsa, mert néha azt hiszem, hogy egyre fontosabb, mint amennyire kellene. És aztán látok egy ilyen videót, ahol elhangoznak kifejezések, amikről fogalmam sincs, és akkor eljövök, hogy akkor nincs nagy baj az én nálam. Nem is tudok erre, tehát én egy farmeros pólós nő vagyok alapvetően, tehát ezeket tudom variálni a végtelenségig. Olyan nagyon nem érdekel, nyilván szeretek én is csinos lenni, de az összes olyan parti, ahol nagyon ki kell öltözni, attól mondjuk fázom, mert azt tudom, hogy idő és minden percet sajnálnak, amit azzal kell eltölteni, hogy valahogy az arcomból arc legyen, valahogy a hajamból haj legyen. Tehát ezekre például minden másodpercet sajnálok. Mik a kedvenc színeid? Fekete. Igen, hát ezt most látjuk itt. Fekete, barna, fehér, tehát hogy kb. Ezek a... És vannak bizonyos márkák, amiket hordasz, tehát megkeresnek ma már divatcégek, mondjuk egy ilyen közismert személyiséget, hogy hord az ő ruhájukat? Nagyon sok olyan típusú megkeresés van, amiben egyébként viszonylag jó pénz lehet, ezek általában inkább ilyen reklámok. És ezeket nem azért nem vállalom általában, mert nekem nem jön jól a pénz, mert de jól jönne. Csak azt gondolom, hogy picit próbálok hosszú távon gondolkodni, hogy ez megéri vagy sem, azt én nem tudom. De ha én íróként is szeretnék valamit jelenteni, vagy valamivé valahová jutni, akkor azt gondolom, hogy nem lehet, hogy közben meg egy mosópor mellett ott vigyorgok, érted, évekkel ezelőtt. Még akkor is, hogyha ez egy következmény nélküli ország, és valójában valószínűleg senkit nem érdekel, engem érdekel. Nem is szoktál ilyen műsorokban feltűnni, ez így is van. Biztos hibázok, biztos van olyan egyébként, tehát volt, amiben, ahova elmentem, és kiderült, hogy a műsor nem az, amire gondoltam, és már mégse lehetett kihátrálni, akkor az ember ott egyszer csak érted, és azon kapja magát, hogy semmi keresni valója. De nagyon igyekszem megszűrni, hogy nagyrészt azért olyan helyeken jelenjek meg olyan műsorokban, meg olyan felületeken, amik aztán később is válhatóak nekem, számomra, vagy részemről. És olyan ruhát veszel fel, ami neked kényelmes, amit például te választasz. Például ebben sem nagyon hagyok, igen, mert nem nagyon hagyok beleszólni, mert nem akarom, hogy hajat csináljanak nekem, tehát hogyha van valami felvétel, akkor ott csak a minimál. Tehát ha smink van, és azt valaki nyilván nem jobban meg tudja csinálni, mert ebben se rutinom, se érzékem, se semmi, akkor abban igen, de már mondjuk az első sóderklubnál sem engedtem, hogy miniszoknyát adjanak rám tűsarkóval, mert azt gondoltam, hogy már két gyerekem van, és egy olyan miniszoknyát én már nem veszek föl, amiből a bugyim is kilóg, mert... Szóval nem fogunk téged a gyertek át vacsorára a műsorban látni Dombi mellett, de Dombi nagyon aranyos benne. Nagyon aranyos, és egy nagyon kedves szórakoztató is, őszintén szólva. Igen, nekem igen, semmi bajom nincs vele, ha én ezt tudnám csinálni, hogy ott táncikálok mondjuk bárkivel, igen, most akkor csinálnám. Igen, erről a tűsarkú cipőről, meg a miniszoknyáról, mert ott azt hiszem, ez kötelező. Ez is, meg, de nem is ez a baj, mert egyébként felöltözni még fel tudok úgy, hogy ne tűnjön föl senkinek, hogy nem tartozom oda, de valószínűleg nem tudom jól képviselni a szórakoztatásnak. Ebben nem lennék egyszerűen jó. Tehát én ebből kilógnék, ez igen, biztos. És fontos a minőség. Na, akkor van egy önzetlenség. Mennyi érzed magadat önzetlennek? Hát egy anyuka eleve önzetlen, legalábbis a gyerekeivel kapcsolatosan biztos. Magánélet? Szerintem a világon senki nem mondaná rám, hogy önzetlen vagyok. Nem is hiszem, hogy az vagyok. Tehát én elég... De nem is igazán hiszek egyébként őszintén. Tehát, hogy én nagyon szívesen segítek szerintem bárkinek, akiről azt gondolom, hogy ez megérdemli. Egyébként a legtöbb emberről azt gondolom, akinek tudok segíteni, és nekem az nem fáj, vagy nekem ez nem okoz semmiféle, nem tudom, veszteséget, vagy annál nagyobb energiabefektetés, mint amennyit neki jelent az ebből származó idézőjelben. Akkor én abszolút őszintén is önzetlenül tudok segíteni. De amúgy alapvetően a magam érdekeit tartom szem előtt, még akár a gyerekekkel szemben is, nyilván nem arról van szó, hogy ha el kell felezni süteményt, akkor enyém a nagyobb felet, tehát nem ilyen értelemben. De ott is próbálom egy picit azért magamat megtartani, mert már átcsúsztam a másik oldalra, és az nem vezet jóra. Tehát amikor azt hiszem, hogy az ember teljesen beáldozódik bizonyos kapcsolatokba, ez lehet egy anya-gyerek kapcsolat is, az bennem biztosan feszültség ez, hogy után, hogy az én igényeimet olyan sokáig háttérbe kell szorítani, az például nekem nem szokott jó irányt venni. Tehát egy idő után ott volt valaki, aki megkeresett téged, hogy segíts rajta? Akár anyagilag, akár érzelmileg, emberileg. Nagyon sokszor keresnek meg, de nem, ez nem így jön, hogy tök idegenek kérnek meg. Tök idegenek meg például nem segítek szinte soha.
kév, akkor tényleg, ha semmiben nem kerül, akkor igen, de hogyha nekem az egy macerát jelent, arra tényleg nincs időm, vagy nem is tudom, hogy időm, lehet, hogy nem tudok ebbe energiát fektetni, mert nem tudom, hogy hova megy, vagy nem tudom, tehát, hogy ha vannak olyan, és ilyenek vannak írók, vagy vannak kollégák, akinek tudok segíteni azzal, hogy megírunk egy könyvet, tudok segíteni azzal, hogy munkát adok, tudok segíteni azzal, hogy beajánlom, akkor azt két kézzel szórom például, tehát hogy szerintem mindenkinek legyen jó. Amikor megállítanak a koldusok, és letekered az ablakot, adsz neki pénzt, vagy így gondolod? Ez nagyon változó. Nem fontos. Ez nagyon változó, ez is mindig reagálok, tehát nem vagyok az, aki maga elé néz, és semmit nem, tehát maximum azt mondom, hogy nem adok. Azt sem szoktam, hogy nincs, mert ez nyilván általában nem igaz. Hanem azt szoktam mondani, hogy nárgúd, de most nem fogok adni. Vannak, akinek adok, általában akik valamit, ez lehet, hogy tök demagóg, de ettől még így van, valahogy nekem szelektálnom kell, és én ezt a szelekciót találtam, vagy ezt a szelekció szempontot találtam ki, hogyha valaki valamit csinál, zenél. Igen. Igen. Nem tudom, énekel. Vagy akármi, csak azt látom, hogy van mögötte valami, valamiféle szándék arra, hogy tovább éljük a mai napot, ott szinte mindig, ott azért, hogy valaki bekapcsolja a szintét, és mehet a piál, azért nem. De egyébként igen, és például szokott lenni itt a Népligetnél egy fiatal lány, akinek valamiféle, azt gondolom, hogy valamiféle születési rendellenséggel jöhetett ő a világra, mert nagyon rosszul megy, de évek óta látom kint, és neki például mindig adok. Mert azt gondolom, hogy ennyire küzd az adottságai valamik erősen korlátozottak, hogy lebalasztják őt az egészségestől és az átlagtól, de mégis ennyire dolgozik azért, hogy ő felmaradjanak, szerintem jár. Nézzük akkor a következőt. Hobbi. Hobbi. Hát még emellett van neked hobbid, amiről itt most beszéltünk, hogy éjjel-nappal írsz. Hát nem ilyen. Nem ilyen. Volt valamikor? Tehát gyűjtöttél valamit? Vagy az utazás, vagy nem is tudom, mi lehet az embernek a hobbija, hogy... Az igaz, hogy nem akarom nagyon sanyarulnak beállítani sorsan, mert nem így van. Én tényleg szeretek írni amúgy, és nagyon jól, sokszor jól is szórakozom. Sokszor persze nem. De úgy értem, mert nyilván mindenki megsértődik, aki vala írásból él, de hogy mégiscsak a hobbi és a munka picit találkoznak egymással. Amúgy régebben sokat lovagoltam, de az is nagyon ilyen munka volt egy picit, mert apám akkor ebbe egy picit jobban belefolyt, és akkor nekünk ott inkább dolgozni kellett, tehát ez is hamar átvette a hobbiból azt, hogy mi lovagolunk, az hamar az arról szólt, hogy egyébként meg kiganyízunk, meg kivisszük a vendéget, meg oktatunk, és onnantól kezdve már én és a bátyám, és csak azért használtam a többet számot, onnantól kezdve már nem volt ez hobbi, tehát hogy olyan nagyon sokáig a hobbijaim nem éltek, nagyon hamar a hobbikból. Lányok lovagolnak? Lovagolnak lányok is, igen. Kettő. Gondoltam, hogy viszitek akkor ezt itt tovább. Egyébként ott van néhány kilométerre, ott Boglár fölött van az a lovas falu. Igen, ott főleg betyárok vannak egyébként, ez a típusú lovas oktatás, mint az ilyen csikósok, vagy hogy hívják igen, betyárok. Igen, meg nyári táborok is, tehát oda járnak. Igen, nem érzem, az én gyerekem is volt ott több nyáron keresztül, úgyhogy az egy nagyon jó dolog lovagolni, és eleve a sport az mindenki. Nekem nem hiányzik, tehát ha rajta, én az antisportember vagyok, tehát rajta volna, akkor én tényleg két ilyen, nem tudom, befézett könyv között chipset, csokit, jégkrémet zabálok, és nem érdekel az egész őszintén szóval. Mert nem látszik meg rajta. Valószínűleg azért, igen. Mert jó az alakod, és nem befolyásol. Valószínűleg igen, de nagyon nehéz két lányra, ugye nekik is nyilván elsősorban azt próbálom tolni, hogy azért szépnek, jó, ha szépek vagytok, de azért ne erre alapozzunk, mert egyrészt ez viszonylag hamar el fog múlni. Egyre hamarabb is talán, mint szeretnétek, másrészt meg ebből azok az életutak, amit a külsőből lehet faragni, szerintem az egy opció nekik. Így van. Következő? Szenvedély. Cigarettázol. Dohányzom, igen. Ezt csak most tudtam meg, hogy mire jöttél ide a stúdióba. Te nem dohányzol? Nem. Nem, de tudod, mi az érdekes? Amikor egyetemre jártam, akkor dohányoztam. De csak ilyen hobbi dohányzóként. Tehát nem is tudom, ilyen fölvett pószként. Szóval biztos, hogy nem voltam valódi dohányos, mert mindig néztem, hogy mi az a valami ív, tudod, ilyen keskeny valami, szerintem semmi különös nem volt. És aztán utána soha többet. Szerintem én sem vagyok alkatilag dohányos, nem ilyen stressz dohányzás alakult ki, tehát mondjuk 34 éves korom még nem szívtam egy szállat se, és 34 éves koromtól viszont az azonnal... Most volt pár éve. Nem volt olyan nagyon régen, azóta lánc dohányos vagyok, tehát azóta gyakorlatilag non-stop tudom szívni, de szerintem ez azt gondolom, hogy idővel majd leteszem, mert egyrészt nem találom egy jó szokásnak, másrészt a világon semmi jó nincs benne, azon kívül, hogy nekem tényleg stresszt így akármilyen hülyeség
hát hülye mondat, de hát mint egy ilyen kényszercselekvés az embernek lefoglalja. Ugyanezt meg az én fiam is, aki színművésznek készül, és azóta, tehát előtte ő se, de éjjel-nappal csak megy a ciki, megy a ciki. Nálam senki nem dohányzott, tehát a férjem se, a család, a szüleim se. Senki az életem, és egyszer csak megjelent a gyerek a cigarettával, ami az a borzasztó csak, hogy egyre drágább. Tudod, nagyon és hogy nekem kell fizetni. Nagyon sokba kerül, és tényleg semmi erőnye nincs. Így van, pontosan. Be fogod majd tenni. Nézzük, és mi volt és még? A boldogság. Na látod, hát egy ilyen szép fogalom. Hát. Milyen a magánéleted most? Mennyire boldog? Nem nagyon hiszek a standard boldogságban, mint fogalommal. Azt gondolom, vannak boldog pillanatok az ember életében. Szerintem mindannyian, én is arra törekszem, hogy ebből a pillanatból, vagy ilyen pillanatokból, ha lehet, akkor jó sok legyen. És nyilván majd életem végén összefogom őket egy csokorba, és ha nagyon sok van, akkor azt mondom, végül is ez nem volt rossz. Tehát nem vagy egy boldogtalan alkat, tehát nem vagy annak, aki elkeseredik, aki feladja. Ja, aki... de. Igen. De nem, nagyon hullámzó, tehát a szenvedélyi pont különös mondani ez jutott eszembe. Nekem vannak napjaim, amikor úgy érzem, hogy az egészet, hogyha most, de talán mindenkinek van ilyen, hogy az egészet most abba lehetne hagyni egyébként, és így nem az életet, mert én nagyon szeretek, de mondjuk mit tudom én, ha lehetne váltani egy nagyot, egy picit lehetne más életét élni, nem tudom kiét, mert olyan sok élési méltó életet egyébként nem látok magam körül, de nyilván van ilyen, amikor az érzés is elfog. De alapvetően azt gondolom, hogy nem vagyok egy depresszió alkat, tehát hogy inkább a jó dolgokra koncentrálok, és egyébként sok jó dolog van az életemben, tehát nekem nincs akkor igazából panaszkodni, úgyhogy nem is lennék igazságos, ha itt siránkoznék. Ez egy olyan szép zárszó volt, és ez a mosoly hozzá még különösen, úgyhogy kedves tévénézőink, tessék megnézni Kormos Anettet, ahogy mosolyog. Kedves nézőink, a Dobogó Extra mai vendége, humorista hölgy, író, újságíró Kormos Anett volt. Elköszön a szerkesztő műsorvezető, Linka Ágnes. Dobogó Extra. Linka Ágnes műsora legközelebb 2 hét múlva látható itt a Budaörsi Városi Televízióban.